Éppen a bilincset veszik le a rendőrök az egyik vádlottról. A két férfi szívességi használóként lakott együtt a sértettel, annak Tamásiban található tanyájában. Őt már a halált okozó eset előtt is többször bántalmazták. Ennek ellenére több tanuló, ismerősök, rokonok elmondás állítása szerint folyamatosan, több alkalommal is megalázóan viselkedtek a sértettel, bántalmazták, olyannyira, hogy a sértett a rokonai állítása szerint több alkalommal is segítséget kért, ezt a testvére megerősítette. A két elkövető aztán még 2022-ben egy Tamásiban található parkban verte össze áldozatát, amikor pénzen vitatkoztak össze. A vád szerint a sértettet arcon ütötték és megrúgdosták. A bántalmazott a sérüléseiben nem sokkal később a kórházban belehalt. Az ügyészség mindkét fél esetében börtönbüntetést indítványozott. A másodrendű elkövető bocsánatot kért tetteiért. Nem tudtam a lakadályozni, és még a csapatomtól, amikor sajnálom a végén mert azokat, amiket itt a tanult és a tudósok elmondtak, biztosan volt jó nekik hallani, ennek ellenére egyébként így nyilvános kívánat volt. A bíró a tárgyaláson ítéletet hozott az ügyben. Elsőrendű vádlott bűnös testettesként elkövetett testi sértés büntetében. Ezért őt a bíróság 4 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre, valamint 5 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön. Elsőrendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés büntetésbe a 2022. szeptember 15. napjától eltelt időt beszámítani rendeli. A másik elkövetőt a bíróság szintén bűnösnek találta. A másodrendű vádlott bűnös testettesként elkövetett testi sértés büntetében, ezért valamint garázdaság vétsége miatt őt a bíróság halmazati büntetésül 5 év szabadságvesztés büntetésre, valamint 6 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön. Másodrendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés büntetés időtartamába a 2022. szeptember 15. napjától előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendeli. Az elsőrendű vádlott elfogadta az ítéletet, a másodrendű vádlott fellebezett.